De hát mi az, ami Istennek tetsző? És ez a legfontosabb kérdés. Az, hogyha szeretsz. Ennyi. A bor készítésben úgy gondolom, hogy hinni kell. Nem tudom megérteni. Tanulom, tapasztalom, átélek dolgokat, de nem értem. Nyilván vágyunk mi, bortermelők, hogy bárki ember a munkánk gyümölcsében valamire, amit elképzeltünk, és bizony gyakran nem az történik. De közben az történik, aminek kell. Tehát ez a legfontosabb, hogy azzal az odaadással csináljuk a munkánkat, hogy az az eredmény, hogyha mi Istennel együtt cselekedtük meg a dolgunkat, az pont aktuális, annak kell lennie. Olyan, mint a lelki élet, hogy nincs bizonyosság, de törekvésünk lehet megérhetetlen, kifürtészhetetlen irányába, és a bortermelés is ez. Szeretve vagyok én. Nem tudok jobbat elmondani, tehát ez megrendítő. Tehát olyan is elfordult nyilván velem, amikor, ha csak figyelemre méltó voltam valakinek. Tehát az is szeretet, és az mennyire jó tud esni egy embernek. De hogyha általában érzem, hogy én szeretve vagyok itt a Földön, hát az nyilván az Istennek köszönhető, az ő elméletetlen jóságának. Amikor halálos kilátástalanságba kerültem az életem során, elvesztettem picit a reményemet is az életben, a társas kapcsolatban, a barátságban, az emberségben. Nyilván furcsa tőlem ezt kimondani, hogy úgy gondolom, hogy igazként próbáltam helytállni, és teljesen az ellenkezőjét kaptam viszonzásul. Gyanúsítgatásokat, meghurcoltatásokat, gyakorlatilag ebben a kritikus helyzetben én úgy éreztem, hogy más szemében én egy bűnöző vagyok. Nyilvánvalóan ezt nehezen tudtam feldolgozni, és nem tudtam, hogy életben fogok-e maradni. De csak így lelkileg. Változás történt, és ráeszméltem, hogy a gondviselő nagyon szeret engem. Nem villám felismerés volt, hanem egy szenvedés folyamat végén való megvilágosodás. Azért ma úgy vesz részt az átalakításban, hogy kinyitjak kaput a mennyországnak. Tényleg sokat aggodalmaskodtam. Tehát a megélhetés miatt, azért, hogy jól csinálom a dolgomat, az, hogy Istennek tetszően viselkedek-e, és mindenért. És az a gondolat, amikor megkaptam azt, hogy ne aggódjatok az életetekért, mit esztek, mit isztok, és a testetekért, hogy miben öltözködtök. És utána úgy folytatódik, hogy ezeket a pogányok kérik. És amennyi általátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. De ti keresétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok. Hát ott azért meghatottam. A mindennapi jelenlétébe próbálok belehelyezkedni, és szeretetből oldom meg minden egyes cselekedetemet, sőt, a gondolataimat is, meg a szavaimat is. Ez azért nagyon bonyolult dolog, és nyilvánvalóan azért
hát az elején járok.